Újra üdvözlök mindenkit a Kisrokon csatornán. Hát ezt is megértük. Időközben annyi történt az elmúlt videó óta, hogy az ajtónak a két oszlopát beástam, és ráfogtam magát az ajtót. Egy érdekesség, hogy mivel ugye dombon van a sátor, nekem nem nyílhat kifelé, mert akkor a sátor előtt egy gödröt kéne ássak, hogy az ajtó ne akadjon bele a földbe. Így hát nekem az ajtó befelé fog nyílni, ami egy kicsit rendhagyó, de nekem ez így tud működni a kertemben fizikailag. Annyi történt még, hogy az összes ilyen illesztési pontot azt betekertem ilyen textiles ragasztószalaggal abszolút mindenhol, hogy sehol ne legyen olyan felület, ami esetleg idővel kidörzsöli a fóliát. Tehát minden egyes ilyen illesztési pont abszolút mindenhol a sátoron belettekerve ezzel a textiles vászonnal, és most az fog következni, hogy ások néhány árkot a sátor körül, ami majd a fóliát megtartja. Ezt gyorsan elvégzem, aztán megmutatom, és magát a fólia felhúzást azt pedig szerintem már le is fogom videózni. Na hát lássunk hozzá az ásáshoz. Másfél órás sportolás után kialakult a szitu. Ástam egy gödröt. A szélessége, ilyen szépen énekelnek a madarak, bocsánat, csak annyira szép. A szélessége az olyan, mennyi lehet? Egy olyan 20 centi, a mélysége pedig 30-35 változó. Körülbelül ez a helyzet. Ugye ez mindenhol igaz, ez végigmegy így a fóliának a teljes mind a négy oldalán. És most az következik, hogy ki lehet hozni magát a fóliát. A sátor bevonása az mindig a lapos felületekkel történik, tehát a két végével lényegében. Úgyhogy most kihozzuk. Rögzítő kapcsokkal ráfogjuk a colos csőre, de ezt már mutatni fogom. És utána az aljával beleteszünk egy kevés földet, nem nagyon sokat, valamennyi földet. És utána, ugye van segítségem is, ma itt van velem a feleségem, megemeljük a fóliát, a föld ugye elterül, és utána óvatosan beleengedjük ebbe a zárokba, és akkor elméletileg egy szép, feszes felületet kapunk. Először feltesszük a kettő végét, és aztán imádkozunk. Azért imádkozunk, mert ugye nekem a kert, ugye az első videóban említettem, hogy ilyen dűlőn van, tehát lefelé lejt, ezért az egész sátor nekem függőbe van téve, de emiatt a hosszúsága az hosszabb lett, mint amennyire tervezve volt, hiszen az egyik oldalt a teteje lóg kiebb, másik oldalt meg az alja lóg kiebb. Nem tudom, hogyha érthető ez, hogy ugye egy domboldalon állítjuk fel, akkor ez a helyzet. Tehát körülbelül egy fél méter plusz fóliára van szükségem, vagy lehet még egy picit többre. És hát nagyon remélem, hogy nem centiszték ki, mert ha igen, akkor kénytelen leszek vásárolni egy komplett új fóliát erre a sátorra. Akkor pedig nagyon fájna a szívem. No, hozom a fóliát, és akkor ezt már kicsit részletesebben videóba mutatom. Na, kicipeltem ide a kettő fóliát. Az egyik, ami a tetejére jön, lenne meg van egy, ami majd az elejére. Ez egy 170 mikronos fólia. Ilyet adtak hozzá, és akkor meg tudom mutatni, talán látszani fog, hogy inside azt írja itt. Tudni kell, hogy a sátorfóliáknak általában van színe és fonákja. És ez nagyon fontos, hogy betartsuk, és általában ráírják a fóliára ezt az információt. Azért nagyon fontos, mert bevonata van, ami UV ellen, meg más különböző bomlasztó anyagok ellen védelmet nyújt, és ha nem a megfelelő oldalával tesszük fel, akkor hát bizony nem lesz hosszú életű a fóliánk. Én nem tudom, ez milyen hosszú, mennyire jó minőség, amit adtak hozzá, de hát majd kiderül az idő, majd megmutatja. A lényeg az, hogy ahol írja, hogy inside, ugye az angol azt jelenti, hogy belőre, azt úgy kell oda tenni, hogy az belőre essen. Na, szétgöngyölöm, aztán mutatom. Na kérem, a fóliát a klipszekkel 1, 2, 3, 4, 5 ponton felfogtuk a vázra. Az alja ugye belecsüng a gödörbe.
azt most így visszafordítjuk, és megrakjuk egy kicsit földre. Megpróbáljuk kisimítani, az alját letemetjük, egyenesbe hozzuk, és ha minden rendben van, akkor ugye a tetejét majd utólag megfeszítjük. Na hát akkor lapátoljunk. A fólia megfeszítése az úgy történik, hogy az ember megemeli egy kicsit, aztán eligazítja és vissza leereszti. Oda nyomjuk, és lassan le. És így tovább. No, pépecő felkerült az eleje meg a hátulja. Hát az egy-két ránc, ami még van, az azért van, mert ott majd igazítani kell lesz, de azt már csak akkor, mikor lejön a teteje. És hát most jön a teteje, és ez úgy fog működni, hogy ez legalább 4-5 ember kéne, de ketten vagyunk. Úgyhogy egy gombajak zsineget átdobok arról az oldalról ide. Itt meg rákötjük a fólia végére a zsineget, és ugyanezt a másik végén, és ketten a túloldalról óvatosan lassan elkezdjük felhúzni a fóliára, a vázra. Azért az nagyon fontos, hogy előzőleg mindent átnéztünk, hogy semmiben ne tudjon megakadni, semmi ne tudja kivágni, kiszúrni, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy hát eldobjuk át a gombolyagot, összefogjuk a csücskét, megkötjük, és felhozzuk a tetejére. Jó, kérem. Hát tegnap eddig bírtam vinni, aztán egyszerűen kimerültem, meg az a helyzet, hogy volt egy szereplése is a gyereknek a színházba, és elmentünk megnézni, úgyhogy ezt így félbehagytuk, de ugye annyira össze van rakva, hogy megállt. Úgyhogy mára marad az a rész, amikor is ki kell feszegetni ezt az oldalt. Ugye látszik, hogy ott még vannak ráncok, az azért, mert ez az oldal, ez tegnap ugye nem lett megcsinálva, hiszen ez az oldal lesz a szellőztethető oldal. Úgyhogy a mai nap zenéje az ez. Ezt össze kell rakni. Na most ez úgy történik, hogy itt majd lesz egy ilyen cső, amivel fel lehet tekerni lényegében a fóliát. Ezt tegnap csak rápattintottam, hogy azért a szél nehogy szétkapja itt a sátrat. És hát akkor ezt itt most folytatni kell. Úgy kell folytatni, hogy először is most feltekerem a fóliát innen a földről annyira, hogy tudjak dolgozni. Ugyanis itt alul fel kell fogni egy úgynevezett szoknyát. Ez lényegében egy olyan fólia, ami belemegy a gödörbe, és feljön körülbelül egy olyan 50 centi magasan a külső fólia mögött, egy ilyen szoknyaszerű valami. Ennek ki kell húzni itt egy, hát sok mindent szoktak kihúzni, én most konkrétan egy drótot kaptam hozzá, és megmutatom majd, hogy ez hogy néz ki. Na, itt meg tudom mutatni, hogy egy ilyen acélzsinort kaptam hozzá. Itt majd mindjárt szigetelőszalaggal ezt itt körbe tekerem, majdnem, hogy kiszúrjon bármit is. És akkor ezt viszont nem adtak hozzá semmit. Szóval csak kaptam 10 méter drótot, és akkor valahogy ezzel kéne felfogni az úgynevezett szoknyát ide a szellőztető alá. Majd később, aki esetleg nem tudja mi az, megérti. A lényeg az, hogy én ezt úgy próbáltam megoldani, hogy ide fogtam egy csőbilincset. Az egyik oldalt már teljesen meg van húzva, itt még nem. Itt még fogom spanolni, és ezáltal feszül be a zsineg. És hát a külső oldalára megtettem ilyen textiles ragasztót, hogy nehogy az a csőbilincs az bántsa a fóliát, ezt majd vissza fogjuk hajlítani, ha már nem szorítom tovább. És hát lényegében ez az a zsineg, ami meg fogja tartani ezt a bizonyos szoknyát. Na most nálam egy kicsit ez ilyen sután néz ki, mert az egyik oldalt nagyon lent van, ugye fél méter, a másik oldalt meg majdnem egy méter magasan. Tehát itt meg majdnem egy méter magasan van, de ez azért van így, ugye, mert dombon van a fólia. És ugye most nagyon csúnyán van feltekerem, mert csak ideiglenesen fogtam rá a csövet, de ugye amikor feltekerem a szellőztetést, akkor a csövet azt viszintbe állítom, és gyakorlatilag emiatt aztán, hát ezt így tudom csak megoldani, majd érthetőbb lesz, hogyha az egész össze van rakva a helyzet, de a lényeg az, hogy nekem azért ilyen furcsa, hogy elő alacsony a szoknya, hátul meg magas, mert ugye vízszintbe kellett hoznom ezt az acél sodronyt.
Novemberök, ilyen se volt még, hogy egy hétig tartson megcsinálni egy videót. Az a helyzet, hogy jött az ocsmány idő. Amikor a legutóbb abba hagytam, akkor ilyen szélvihar kerekedett, és az tartott vagy két napig. Utána meg egy hétig szakadó eső. Most száradt fel annyira, hogy ki tudok jönni a kertbe, mert nem ragad rám 40 kiló sár. Látszik, hogy belülről nem be van párásodva a fólia, bent meg lehet fúlni, olyan meleg van, mert be volt zárva ennyi napig, egy hétig. Nem volt szellőztetve, és látszik, ahogy a pára meggyűlik. Ugye olyan fólia van rajta, amelyik ilyen pára megtartó, és azt jelenti, hogy gyakorlatilag elvedlet levezeti, nem csepeg le róla, elméletileg aztán gyakorlatban majd meglátjuk. Mutogassak, ugye klipszek, ezek kellett felfogva minden ilyen kis klipszekkel. Ez a saját klipsze, amit adtak hozzá, egy nagy gagyi. Az a baj vele, hogy a sarka, amikor nyomjuk fel a helyére, ezt nagyon erősen kell nyomni, és nagyon könnyen megvághatja a fóliát, nagyon rosszul van kitalálva. Ezért most már a saját klipszükből is tettem. Ez már a kis vakon webshopos klipsz. Ez annyival klasszabb, egyrészt sokkal vastagabb, hát azért az úgy szemre is látszik, hogy egész más vastagság, minőség. És ugye, ha megnézzük, akkor a füle itt, tudom, hogy mutassam, hogy látszódjon, tehát itt kicsit így fel van hajtva, fel van tűrve, talán itt fog látszani jobban. Tehát így látszik, ahogy ki van tűrve a füle vége, hogy rápattintáskor ne okozon semmilyen sérülést a fóliánál. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezeket úgy kell feltenni, hogy melegíteni kell, legalábbis szerintem. Én másnál nem láttam, de én mindet így tettem fel. Egy nagy edénybe forró vizet tettem, abba beletettem ezeket, és nagyon megpuhulnak, nagyon könnyű felpattintani, nem sérti meg a fóliát. És ugyanakkor, mivel a nagyon melegtől megpuhul, azt is figyelembe kell venni, hogy nyáron majd, ha rátűz a nap erre a csőre, ez a cső ez felhevül, de nagyon, és ugyanúgy fel fogja melegíteni majd a klipszet, és akkor a klipsz elernyedhet, és elengedheti egy kicsit a fóliát, és akkor nem marad meg ez a jópofa, dobolós, feszes fólia, és ezt én úgy oldottam meg, hogy minden ilyen klipszből belehúztam kettő darab csavart is, ami teljesen ráfeszíti a vázra. Ez ilyen önbehajtós csavar, lehet, hogy nem elegáns megoldás, de tessék nekem elhinni, hogyha ezek átmelegednek, akkor nem tartják meg ilyen gyönyörű feszesen a fóliát, és kár lenne érte. Úgyhogy én ezeket nagyon ajánlom, és akkor ilyen klipszeket tettem mindenhova, ugye ezek a sajátjai, és akkor azok, amik ez a lucky márkájú, a szerencsés, ami szerencsésebb választás. Amivel nagyon nem vagyok megelégedve, az az ajtó. Időközben befóliáztam az ajtót, és hát nyugodtan be lehet nekem szólni, hogy hézagos. Igen, ugye itt is hézag van, meg itt is hézag van. Most itt is körülbelül mennyi? Egy olyan 2,5 centi, meg itt is körülbelül egy olyan, hát mondjuk itt lehet csak 2 centi. És akkor lehet azt nekem mondani, hogy nem jól csináltam. Igen ám, de arra is kell gondolni, hogy klipszek tartják a fóliát, és a klipszek között viszont csak 3 mm hézag van így, tehát annyi meg kell, hogy nyíljon az ajtó. Úgyhogy ez egy nagyon bután kitalált ajtó, mert ahhoz, hogy a klipsznek jó legyen, ahhoz itt meg hézagot kell hagyni. És én tudom, hogy a fóliának szellőzni kell, de van, amikor nem. Úgyhogy végül aztán úgy döntöttem, hogy mégiscsak kifelé fog nyílni az ajtó, nem befelé. Ugye inkább talajrendezek itt, és csinálok egy kis gödröcskét, ugye domboldalon is tudjon kifele nyílni. És akkor belőle kénytelen voltam tenni egy kis fa keretet, ugye itt látszik, meg is mutatom, amit ugye csavarokkal rögzítettem a vasvászhoz, és azért kell kifele nyíljon, ugye, hogy amikor a csavart befúrtam, akkor a fölös fóliába csináljak egy aprócska lyukat, és ne a kinti oldalába, mert ugye az szélviharkor esetleg megerőltetheti, és akkor gond lehet. Úgyhogy egész összességében azt mondom, hogy meg vagyok elégedve a fóliával, minden jó, kivéve az ajtó egy nagy kaka. Hát a lebernyegeket akkor már nem vágtam le, mert annyira siettem, mert szélvihar volt, és csak annyira akartam összerakni, hogy ne kapja szét a fóliát, ha már annyit kínlódtam vele. Most lehet látni, hogy a jobb oldal az teljesen ropogósan feszes, a bal oldalt meg picit ernyettebb, ez nem hiba, nem azért van, mert rosszul húztam ki. Ennek nagyon egyszerű oka van, ugye itt ez az oldal feltekerhető. Tehát ott van egy hosszú-hosszú, több mint 8 méteres vascső, ott látszik, és pont az ujjam hegyénél, amit ha forgatok, akkor fel lehet tekerni a fóliát.
gyakorlatilag 1,70 magasságig, 1,70 méterig. És ezért van alól egy úgynevezett szoknya, erről beszéltem az előbb, ugye ki van húzva az acélsodrony, azon át van véve a fólia, és hát megint csak nem tudom, hogy képzelték, hogy ezt a fóliát a valóságba, ezt az alsó szoknyát erre az acélsodronyra hogyan fogjam fel. Hát én úgy fogtam fel, hogy hát szintén kisvakon webshop, ugye van nekünk ilyen 15 centi széles fólia ragasztó szalag. Tehát lényegében ez direkt ilyen fóliák javítására gyártott szalag. És akkor azt csináltam, hogy visszatűrtem a dróton, és egy ilyen szalagcsikkal gyakorlatilag oda ragasztottam önmagához. És látjuk, hogy teljesen hermetikusan zár, mert annyira neki feszül ez a fenti, ami szintén relatíve feszes. Ugye mi tartja feszesen ezt az oldalt? Semmi más, mint annak a csőnek a saját önsúlya. Ugye az fel van tekerve, az rendesen leér az is a földig. Az alsó, hát ott felül 50, itt hátul meg 70-80 centi, az dupla a szélvihar kivédésére, de amikor feltekerem, akkor gyakorlatilag odáig lehet egy ablakot nyitni, és mindjárt fel is tekerem, mert itt fogok megfulladni munka közben, ha nem, úgyhogy ki kell itt szellőztetni. Na és épp amiatt, mivel az egy mobilis tekerhető oldal, itt úgy kell megoldani, tehát így is van a használati utasításába, hogy ugye ennek a köztes háromnegyedes csőnek neki kell fogni. És ugye itt látszik is, hogy ilyen klipszekkel van ráfogva, és hát ha letörlöm a párát, akkor meg még jobban fog látszani, hogy ugye kívülről nem klipszeljön rápattintva a nagy fólia a csőre. Ez azért kell, hogy mivel itt ugye ez az oldal mégiscsak azért valamennyire egy szabad oldal, rázhatja a szél, hogy itt azért jól oda legyen fogva, ne tudjon megemelni, ne tudjon hasat csinálni neki a szél. És akkor azt csináltam, hogy ilyen kis, hát 20 centiszer 20 centis fóliadarabokat vágtam, mint egy pelenkát, és betettem a klipsz alá. Tehát itt gyakorlatilag mielőtt a klipszet rányomtam a fóliára, hogy ráfeszítsem a vascsőre, alá tettem egy darab fóliát, hogy nehogy kiszakítsa, vagy sértse, vagy bántsa, vagy mit tudom én. Tehát azért úgy megpróbáltam rá ügyelni. Na most rendesen egy ilyen 2 méteres csőre minimum 3 darab klipsz kellene, de csak egyet volt érkezésen feltenni. Ott azért látszik egy kicsit hasasnak, mert oda is jön majd egy klipsz, meg oda is jön egy klipsz, hogy most fogok feltenni, mert eddig ugye nem tudtam a szélvihar miatt, de most nekiállok, és akkor ezt befejezem, és akkor ez az oldal is teljesen befeszül, illetve ez az oldal is teljesen rögzítve lesz, és hát akkor ugye ezt így fel lehet tekerni és szellőztetni. No, ugye itt még egy minimális igazítás itt kell, de meg a lebernyegeket kell levágnom, és akkor kész a fólia. Ugye ezek a növénytartó rudak, ezekre ki kell húznom acél drótot, és akkor az arra lesznek felkötözve majd a dolgok. Ugye ezek ilyen, hát ilyen 2 méter 10-20 centi magasan vannak ezek a csövek, és akkor erre jön majd felkötözve minden. Szóval ezt a pár simítást itt most még elvégzem, és utána talajrendezek. Ide szeretnék hozni legalább 3-4 talicska érett tyúktrágyát, amit félretettem erre a célra, itt szétszórom egy lapáttal, aztán behozom a rotokapát, felemelem az oldalát, hogy ne fújjak meg a kipufogó füstől, és itt fel fogok rotálni, belerotálom a tyúktrágyát a földbe, amit még szétszórok, az hát körülbelül egy fél doboz dolomit trágya lesz, azt mindenképp, mert paradicsomot, paprikát fogok itt nevelni, kell nekik a kálcium, kell nekik a magnézium, úgyhogy egy fél vödör dolomit trágya jön ide, tyúktrágya a tyúkjaim alól, levágom a lifegőket, mert azok már nem kellenek. Ide rápattintok még mennyit? 2, 4, 6, 8 klipszet erre az oldalsó szoknyára, és lényegében elkészült a fóliasátor, és ha minden jól megy, és nagyon remélem, hogy jól megy, akkor holnap már videót készítek arról, hogy hogyan ültetem be, ami annyira király. És a csepegtetőket is ugye szeretném. Itt mindenképpen mulcsfóliát fogok használni, itt bent, itt muszáj, mert nem olyan könnyű itt kapálva forrulódni meg ez az egy fóliába, tehát itt azért mulcsolással sokkal egyszerűbb, és mivel csepegtető öntözést teszek ide is, így meg főleg nagyon fontos lenne, úgyhogy hát lesz-e most egy nagyon komoly talajrendezéses nap.
gyorsan lekapom a rebernyegeket, felpattintom még ezt a néhány klipszet, és kezit csókolom. Nagyon örülök, emberek. Nagyon örülök, ez régi vágyam volt. No, és akkor búcsúzom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, fólia összeállt, és akkor a legközelebbi viszontlátásra.